Sziasztok mindenkit, üdvözlök, folytatom a Privát Config videósorozatomat, melyben egyéni kéréseket teljesítek e-mail útján. Ugye általában úgy történik, hogy megkeres az illető, elmondja, hogy milyen elvárásai vannak, és hogy milyen keretösszegből. Ez alapján én már automatikusan be tudom neki kalkulálni, hogy mi lesz a legjobb, a legkifizetődőbb, és hogyan tud a legtöbbet spórolni az árból. Azonban most egy picit speciális kérés volt, tehát nem a megszokott 150, 200 vagy 300 ezer forintból állítsak össze egy PC-t, hanem olyan kérése volt az illető úriembernek, ami talán azért mindenkinél elvárás, hogy időtálló legyen a konfig. Elvárás, talán a 100 és 120 ezeres gamer PC-knél azért nem beszélhetünk annyira időtállóságról, de a komolyabb árkategóriában azért fontos, hogy ne olyan bénán építsük össze a PC konfigunkat, hogy egy-két év múlva már nagyon gyengén teljesítsen, és ne legyen elég a játékokhoz. Higgyétek el, akik nem értenek hozzá, azok képesek ilyen nagyon rossz konfigurációkat is összeállítani. Találkoztam már nem egy ilyennel. Na viszont itt egy komoly gépről van szó, hiszen egy olyan váltás történt, hogy még egy régi quad processzorról egy teljesen modern konfigra, videókártya GTX 460 volt, még teljesen régi, teljesen elavult számítógép helyébe kellett egy teljesen modern, még évekig helytálló konfigurációt összeállítani. A magyarázó szöveget nyugodtan olvassátok el, közben azért ki fogok térni a videó folyamán rá, úgyhogy vágjunk is bele. Processzor Intel Core i7-7700, 1151-es foglalat, Kabilék legújabb i7-es, bőségesen 90 ezer forint alatt kapható, lényegében i7-eshez képest igen kedvező ár, ahhoz képest, hogy a legújabb i7-es. Ugye a K-s processzor egy picikét drágább, sőt nem is picikét, egy 10 ezer forinttal legalább drágább. Így úgy gondoltam, hogy nem feltétlenül kell nekünk az, beleszámítva azt is, hogy ott azért egy komolyabb Z270-es alaplapnak kell meglennie, így az árérték arányt is figyelembe véve, és spórolni ott, ahol tudunk, úgy gondoltam, hogy teljesen jó választás lesz ilyen kedvező áron legújabb csúcskategóriás i7-es processzor. Ettől a processzortól nyugodtan elvárhatjuk azt, hogy 2-3, de akár még 4 év múlva is ott lesz az erős processzorok között. 2-3 évig biztos, hogy bármilyen videókártyát, gondolok a felső kategóriás videókártyákra is, meg fog tudni hajtani ez a processzor. 8x4,2 GHz. Lényegében, hogyha ez a processzor elavul majd a számítógépbe, addigra már minden el fog avulni, tehát DDR4 helyett DDR5 lesz, videókártya generációk, addig legalább 2 is le fog menni, ha nem 3. Ugye gondoljunk a 3. és 4. generációs i7-ekre jelenleg, hogy még mindig ki tudják azért szolgálni a felső kategóriás kártyákat is. Tehát egy i7 4770-nek vagy 4790-nek azért egy GTX 1080 úgy gondolom, hogy nem fog gondot okozni, hogyha meg kell hajtania. Alaplap Gigabyte GAB250 HD3P 25 ezer forinttól indul. Úgy gondolom, hogy ez az arany középút, hogy nem az a nagyon drága, nagyon úgymond luxus alaplap, alapfelszereltsége megvan, tekintve a 4 memória foglalatot is. Ugye nem egy tuningra szánt alaplap, említettem, hogy az komolyabb árazás mond volna maga után, azonban bőségesen megfelelő lesz ez a processzorhoz, és ezzel a konfig helyt fog tudni állni még évekig, és a játék az teljesen jól fog futni rajta. Tápegység EVG 600 watt, 80 pluszos, 15 ezer forintért egy teljesen jó, és évekre minket minden gond nélkül kiszolgáló tápegységet fogunk kapni. HDD Seagate Barracuda 1TB, 7200 SATA 3, ugye ez a szokott legjobb árérték arányban lévő HDD, általában ezt ajánlom akár olcsóbb, akár drágább konfigokba is. Ha több tárhelyre van szükségünk, akkor mindenféleképpen ebből vagy a VD-ből ajánlanék egy 2TB-os 7200-es SATA 3 HDD-t. Memória G-Skill 16 GB, 2x8 GB kiszerelésben, 2400 MHz. A 16 GB RAM az nekünk még évekig elég lesz, de ha mégis valamiért már 32 GB-ra kellene bővíteni, akkor meg lesz rá a lehetőség, hiszen még van 2 fölös
memória foglalat az alaplapon. Képházból nagyon jót választottam ki, 15-16 ezer forintnál kezdődik. Szóval nem az a nagyon alap, nem az a nagyon kicsi, teljesen jól be van árazva, tehát ventilátorokkal felszerelve, elő kettő hátul egy, plexi oldallap, kábelmenedzsment, HDD-knak jó kialakítás, jó anyag használ, tehát nem az a össze-vissza rogyó minőség. Gondolom, hogy 15 ezer forintért pont egy ilyen gépházat vár az ember, és egy ilyen gépházzal nyugodtan lehet akár több konfigra is tervezni, úgyhogy bátran merem ajánlani. Na és végül a videókártyával voltunk egy kicsit nehezebb helyzetben, én úgy gondoltam, hogy több ajánlatot is felvetnék. Ugye a Radeon RX kártyák az utóbbi időben nagyon drágák voltak, meg volt úgy, hogy nem lehetett kapni. Most kezdenek vissza csepegni a boltokba. Így elsőként, amit levadásznánk, egy Gigabyte Radeon RX 574 GB. Ez egy nagyon komoly teljesítményű kártya, erős felső-közép kategória, szerencsére egyre jobb árban is ment. Egy másik alternatív, ami még jobb ennél, egy Radeon RX 580 Gaming 4 GB. Majdnem, hogy egy áron, azért picit drága, viszont hozzá kell tenni, hogy a teljesítménye is jobb. GeForce oldalon egy Gigabyte GTX 1066 GB. Ugye folyton mozog az árazása, talán 107 ezer forint fölött nem feltétlen éri meg. Azonban, akkor éppen az összeállítást készítettem, akkor még pont 100 ezer forint alatt volt, úgyhogy ha éppen ki tudjuk úgy fogni vásárláskor, hogy ne legyen az a nagyon drága, akkor ezt fogja megérni. Egyébként ennél a konfignál, mivel időtállónak készült, a videókártya lesz az első olyan hardware, amit majd cserélni kell játéktesítmény szempontjából. Nyilvánvalóan nem a jelenlegi 150 ezer forintos, annál drágább GTX 1070-re gondolok, hanem majdan a megjelenő új GeForce szériára, esetleg az azt követőre, hiszen azért egy GTX 1060 még egy-két évig eléggé brutális teljesítményt tud nyújtani a játékok terén. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!